Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, iskolánk vezetőségét, tanárait, diákjait. Külön köszöntöm Csuli János minisztert, Böjte Csaba Ferences rendi szerzetest és Jendrolovics Gábort, akinek kezdeményezésére több mint 10 évvel ezelőtt adománygyűjtésbe fogtunk mi is, hogy a Csaba testvér által alapított gyermekotthonokhoz juttassunk el adományokat. Az erdélyi gyerekek úgy mutatják ki hálájukat, hogy küldenek nekünk különböző alkotásokat, rajzokat, fogalmazásokat, és ezek az alkotások az idén Jézus születése, Jézus élete témában készültek. Mivel nem tudnék ezekről a rajzokról úgy beszélni, hogy ne kötném valamilyen módon az emberi lélekhez, ezért hallgassunk meg Szabó Katalin Renáta tolmácsolásában egy olyan verset, ami a belső vidékekhez kötődik. Kányádi Sándor, előhang. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjei, gyopárként sziklás bércei, szavak kapaszkodnak. Szavak. Véremben rokon a patak, szívemben csörgetes csobog. Téle, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt cincogat, jeget rengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim. Vannak vidékek. Viselem, akár a bőrt a testemen, meggyötörten is. Gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Mindannyiunkban vannak belül ilyen vidékek. Csodálatos tárhelye a lélek, emberi lényünknek. És van úgy, hogy a világ úgy hat erre a lélekre, hogy kopár, kietlen vidékké válik. Ha megnézzük ezeket a képeket itt az aulában, akkor azt láthatjuk Kányádi szavaival élve, hogy meggyötörten is gyönyörű tája. És mi kell ahhoz, hogy azok a lelkek, azok a belső vidékek is fényhez jussanak? Szeretet, hit, erő. Amikor a diákokkal Arany Jánosnak, a fiamnak című költeményét vesszük, és végignézzük, hogy mi mindent is jelent a hit az ember számára, akkor elmondjuk, hogy a hit balzsa, a hit kapaszkodó, a hit kiút, a hit erő. Tehát olyas valami, ami nélkül nem indulhat el az ember a világban. És ezért olyan nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, és láthatjuk, hogy már egészen kicsi óvodás koruktól kezdve is olyan értékeket képviselnek, amiben a hit az egyik első helyen áll. Amikor diákjaink az itt látható képeket és a beküldött fogalmazásokat értékelték, akkor az olyan általános kritériumokon túl, mint amilyen a képek esetében a témához való hűség, kompozíció, technikai megoldások, eszék esetén pedig a szövegek megszerkesztése, a nyelvi stílus, keresték a különlegeset, a valamiért megindítót. És nagyon sok olyan alkotásra bukkantak, ami ezekre a belső gazdag tájakra mutat rá. És én úgy gondolom, hogy amikor mi adományokat gyűjtünk és küldünk, akkor tulajdonképpen olyasmit küldünk, ami nem tud tárgyasulni. A tartós élelmiszerek és az édesség mellett hatalmas adag szeretetet küldünk, és kapunk is, amikor ezeket a képeket megkapjuk.
Nagyon szépen köszönjük ezeket az alkotásokat. Nézzük akkor úgy őket, mint ilyen csodálatos, virágzó tájakat, a gyermeki lelkeknek a kivetüléseit. Köszönöm szépen az ez is diákoknak, hogy értékelték ezeket a rajzokat. Köszönjük a szervezőnek, Strasser Évának, hogy összefogta az adománygyűjtést, Jendrolovics Gábornak, hogy megálmodta azt, és Böjte Csabának pedig, hogy megmutatja ezeknek a gyerekeknek, hogy hogyan lehet eljutni, és a szerzetes úr saját szavaival élve Istennel a semmiből a végtelen felé. Akkor átadnám a szót Jendrolovics Gábornak, majd Böjte Csabának. Szeretettel köszöntök mindenkit. Pár szóban egészségesen. 17 év ezelőtt kezdtünk el járni Erdélybe, Böjte Csaba házaiba. Először csak egy-két-három ház volt, ott Mikuláskor meg ajándékoztuk a gyerekeket. Aztán a 17 év alatt, amit ugye az már közel 10 év, vagy több mint 10 éve már ti ez is diákok is segítitek ezt a mi akciókat, gyűjtéssel, amit november végén ugye összegyűjtötök és Mikuláskor visszük ki. Tavaly már 80 helyen volt csak a testvérünk háza, és oda vittük ki a 2500 Mikulás csomagot, nem hoztunk haza egyet se, és a kiadományaidat is. Ilyenkor előtte meg szoktunk hirdetni egy rajztájázatot. Tavaly Ferenc pápa ugye Csíksomjón járt, ez volt az alaptéma, és közben, ahogy beszélgettünk kint a házakban a nevelőkkel, a házvezetőkkel, fölmerült az az ötlet, hogy ugye Jézusról mindenki hallott, na, de milyen lehetett a gyerek Jézus? Tehát a Jézus gyermekkora. És akkor ezt is kiértünk. Na most, ha megnézitek az írásokat, rajzokat, láttok itt Jézus focizni a tengerparton, a pálmafák alatt, óvodába, hát ugye attól függ ki, hogy gondolta el. Tehát nehéz témának tűnt, de fura módon én laikusként azt mondom, hogy egészen érdekes és jó pályaművek érkeztek, mint írásban, mint rajzban. Mivel ilyen téma volt, ugye és Csaba testvérből kiindulva ez az egész erdélyi gyermekotthon hálózat, ugye a gyermekmentés mellett a vallásosságról is szól, megszólítottuk a felnőtteket, a házvezetőket, a nevelőket, az önkénteseket, és ők is rajzoltak. Érdemes megnézni, hogy ők hogy látják ezeket a dolgokat. Nagyon szép pályaművek érkeztek. Nagyon szépen köszönjük a segítségeteket, ezt is diákok. Esetleg a másik iskolában is csatlakozhattok hozzánk, az esziseghez és a többi paksi támogatóhoz is. Szeretettel várunk benneteket. És akkor az a kérdésem, hogyha a Csaba testvér mondandója után van még egy kis időtök, akkor nézzétek meg a rajzokat, jó? Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni a jóságotokat és a Gáborét is, mert igazából tudjátok, tavasszal milyen kicsi egy magam itt, akár ti vagy nagyon már elültet, egy saláta, egy retekmag, pici, töpörödött dolog, berakod a földbe, öntözött, áldott napfény átöleli, és milyen hamar nagy lesz. Valami ilyesmi történt általatok, ugye felfigyeltetek a gyerekek rajzaira, hát a tapsot kap, vagy díjat kap valaki, akkor még bátrabban rajzol. Aztán én is rájöttem arra, hogy ezeket a gyerekrajzokat, hát végül is a gyerekeknek zseppészt adni elég nehéz, mondtam, egy euró darabja, és elvittem ide oda a templomokba, és persze olyan pénzt kaptunk, azt egy az egybe odaadtuk a gyerekeknek, és akkor elkezdtek még jobban rajzolni. És hát ugye most például, amikor mentem Szíriába, Egyiptomba, Irakba, akkor mondtam a gyerekeknek, hogy vigyünk egy Csíksomjón és Szüzanya szobrot. Az ilyen ma nagy, hát ugye ahány centi, annyi euró. 60 rajzé, veszünk egy ilyen szobrot. 60 centi. Na, egy méteresé azért 100 eurót is össze kell gyűjteni, és
A gyerekek olyan jókofák voltak, hogy minden további nélkül megrajzolták a szednészebb rajzokat, én eladtam, és utána megvettük a szobrot, és utána minden gyerek ráírta a nevét. És valamelyik kormányosságban láttam ott az egyik ilyen Csíksonyi Szuzanyát, ott van Erbilben, egy katolikus iskolában, és olyan jó volt látni azt, hogy igen, ebben a ti munkátok is benne van már, hát ha nem bíztattok, akkor, hogy mondjam, sokszor a gólt a szurkolók hozzák össze, hajrá, mindenbeli, fog ez menni, és akkor a játékos fogja a gólt, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a jóságotokat, és adja az Isten, hogy tényleg oda-vissza egymást tudjuk bíztatni, bátorítani. Én nagyon szeretettel meghívlak titeket, nem tudom március 15-én milyen programotok van, mi le leszünk Székelyföldön, hát összegyűlnek a gyerek otthonból a nagyobb diákok, hát biztos leszünk majd 200-an ilyen 7-től fölfelé, és lesz 14-én egy zarándokút, hát ide nem túl messze vannak ugye Kakas, meg Bonyhád, meg ez az, bukóvilai székelyekről biztos hallottatok is. Na hát, a Madéfalvi veszedelem emlékére lesz egy ilyen zarándokút, egy 15 kilométeres, és másnap a nagy diákokkal van egy játékunk a szerelem tanösség 9 állomásban. Hát azt fogjuk úgy akadályversenyként hosszan játszani, hát eljönnek közületek egy pár, ami szívesen megtanítunk, és akkor akár itt is, és biztos lesz iskola másképp, vagy valami hasonló, eljátszhatjátok. Úgyhogy megyétek úgy, hogy meg vagytok hívva, szeretettel. Hoztam is ilyen naptárt, ezeken rajta van az elérhetőség, úgyhogy szeretettel látunk. És köszönjük a jóságotokat! Nagyon köszönjük ezeket a szép pályaműveket. Tényleg nem akarom már tovább szaporítani a szót, egy-két technikai információval szeretném lezárni ezt a kiállítást. Ez egy olyan érdekes kiállítás, megnyitom mindjárt záró is, hiszen ezek az alkotások egész héten láthatók voltak, 25-e volt itt az ESZI-ben. És azt kell tudni, hogy most délután 4 órakor átkerülnek a Paksi Jézus Szíve templomban, ahol gyakorlatilag innentől kezdve este a szentmisén is, illetve majd utána péntekig láthatóak. És annyit kérnék, hogy nem 1 eurót, hogy az előbb a Csaba testvér mondta, hanem most mi ezek ugye tulajdonképpen jutalomadományok, ezek a képek, hogy mi is egy kis apró jutalommal, egy csokival honoráljuk ezeket a műveket. Tehát úgymond egy virtuális belépőként, aki teheti, az akár most ebbe a ládába tegyen bele egy csokoládét. Vagy ha most éppen nincs nála, akkor este a szentmisén, vagy hogyha akkor se tud elmenni, akkor egész hétet megtekinthetők majd az oldalhajóba a templomba. Sok szeretettel várunk ott is mindenkit. Nagyon bízok benne, hogy ennek a remek kezdeményezésnek, ha most már 10 évre tekint vissza, lesz jövője itt az ESZI-be. Mi mindent megteszünk azért, hogy az idei évben és jövőben és azután is mindig összegyűjtsük az agyományokat és helyt adjuk ennek a csodálatos kiállításnak. És várunk mindenki szeretettel jövőre is itt az aulában. Minden jót, viszontlátásra!